tudod, hogy sarkos specialista vagyok? Pedig de. Tudod, én egy 2,5 éves husky fiú vagyok. Szüleim elneveztek Lokinak, hogy utána úgy szólítsanak, Loxi, Lokátor, Mackó, Babi, ne csináld, nem szabad, fúj, vedd le azt a sünt! Míg más kutyák korán felkeltik a gazdájukat, én előszeretettel hagyom őket aludni akár délig is. Kifejezetten zokon veszem, amikor reggel 8-kor már unszolnak, hogy végezzem el a dolgomat, és egyen meg a reggelimet, mert őnekik indulniuk kell valami színházba, valami próbára. Biztos nagyon munkás hely lehet, mert otthon együtt szoktunk gyakorolni. Azt hiszem tercetnek hívják, amit mi csinálunk ilyenkor. Ha bevisznek a színházba, bármikor fel tudok dobni egy szövegösszemondó próbát is. De otthon a legjobban azt szeretem, amikor apa felhozza a biciklit a pincéről, s rámadja a húzóhámot, és elindulunk a terepre. Jelen pillanatban a kedvenc elfoglaltságom, hogy a barátaimmal fogócskázom a kertben, akiket én csak Geek 1-nek és Geek 2-nek szólítok. Ahogy apa is emlegeti néhány ismerősét. Ami az én nyelvemben úgy hangzik, hogy amikor a legkisebb gazdám is velem van, együtt szoktuk vizsgálni a bodobácsokat, s a homokozóban is együttássuk a gödröket. Én tanítom gyönyörű gödrök professzionális kialakítását. Foglalkozom is vele rendszeresen, és én mondom, még sokra viszi a srác, nagyon tehetséges. Szüleim nem tudják, de tőlem mindig lekottyan egy-két jó falat az asztal alá ebéd közben. Szóval nagyon nagy vagyok vagyunk Ádámmal. Összeköltöztem. Kettőnknek emeletes ágyunk. Ő alszik fent, én pedig a lenti részen. Nem fogok cserélni, ezt megígérhetem. Azt hiszem, nagyon szerencsés kutya vagyunk, mert ők vannak nekem, vele és miattam. És nagyon szeretnék, ahogy élünk. Így vagyunk, egy család. Kérlek, ha tudja, segítsetek a Lelec Kutyamentő Egyesületnek, a sok hontalan, gazdisokra vágyó kutyatársamat. És támogassátok annak a sok csodálatos embernek a munkát, akik napunk nap segítenek akarnak, hogy minden világban jobb legyen a sorsa, és igazi otthonra legyen. Úgy, ahogy én. Legyen nektek is ilyen csapatotok. Én csak ezt kívánom nektek, srácok. És elhoztam egy cimborámat, hogy megmutassa, hogy miket tudok. Figyelj!